A program első hivatalos címmérkőzése következik. Mégpedig a legalacsonyabb súlyban, a légsúlyban jönnek majd a mérkőző felek. A magyar bajnoki és egyben a WBF nemzetközi bajnoki címéért is mérkőznek majd. A terveink szerint 10 menetben. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, érkezik a kék sarokba az a fiatalember, aki a tegnapi napon egyébként 49 kg-mal és 70 kg-mal mérkőzött. Egy kiváló, rutinos, profilkölvívó, Molnár Gábor! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, én Demeter László vagyok, mellettem pedig ma esetben a korábbi nagyváltozó profilkörvívó világbajnok a Kultai Mihály. Szia, jó estét kívánok! Imáron harmadik alkalommal innen a budapesti Aquincum Hotelből a Gentleman Fight Club, melyet élőben láthatnak ma a Fix Televízió nézői. 5 mérkőzéssel igyekszünk kedveskedni a nézőknek, 5 címmérkőzéssel, a fő eseményen pedig majd Bogdán Golyó Zsolt kísérli meg legyőzni azt a Danny Williams-t, aki 2006-ban kiütötte Mike Tyson-t, annak a mérkőzésnek a tétje majd a WBF nehéz súlyú bajnoki címe lesz. No, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen már is érkezik a szorítóba Molnár Gábor, aki kihívóként érkezik kék kesztyűben és kék nadrágban a kék sarokba. Molnár Gábor a légsúlyú magyar bajnoki és a WBF nemzetközi címét igyekszik majd megszerezni 10 menetben Konalas Róbert ellen. A magyar harmadsúlyú ranglista vezetője, tehát egy magas a harmadsúlyú ranglista vezetőjét láthatjuk tehát a két sarokban. 21 esztendős budapesti bunyós, aki egyébként a 6. címmérkőzésére készül. Molnár Gábor tehát 15-6-0-ás mérleggel, 10 KO technikai KO még a mérlegében, a 22. mérkőzésére készül, ezúttal tehát kihívóként. 2014. október óta pedig a légsúlyú magyar bajnoki cím és a WBF nemzetközi bajnoka is jön, Kalas Róbert! Jó kis ritmusos nótára tehát érkezik Kanalas Róbert, aki a 6. profi összecsapására készül. Kanalas egyébként veretlen még a hivatásosok között, 5 mérkőzés, 5 győzelem, 3 KO, illetve technikai KO a neve mellett, és mondhatnánk azt, hogy 22. meccs az egyik oldalon, 6. a másik oldalon, hogy ez azért komoly rutinbéli különbség, viszont Kanalas ugye többszörös korosztályos magyar bajnok, illetve a felnőttek között is sikerült magyar bajnoki címet szereznie a 23 esztendős pécsi fiatalembernek, aki 2014-ben, tehát még ebben az évben kezdte profi pályafutását. Azonban idén októberben Major Benjamin ellen meg is szerezte a légsúlyú magyar bajnoki és a WBF nemzetközi bajnoki címeit. Ezt igyekszik a 10 menetben tehát Molnár Gábor ellen megvédeni. Ugye légsúlyban vagyunk, nagyon alacsony súlya a mértek be a fiúk, ez azért gondolom egy jó kis mörgős mérkőzésre ad majd okot. Azt gondolom, ugye olyan pici a súlyos, hogy elég gyors, és remélem, hogy sok fiúk látni. És azt gondolom, hogy Kanalas Róbert egy nagyon kemény év után hallgatósokat sír, azt gondolom. Nagy lépéseket tett ahhoz, hogy tényleg jövőre nagyon még tett világbajnoki címmérkőzést is tud boxolni, hiszen azt gondolom, aki 5 mérkőzésen után már begyűjtött 2 címet is, azt mindenek azt prezentizálja előre, hogy tényleg nagyon komoly jövő vár előre. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre, szerintem a két fiú nagyon, nagyon fiatal, úgyhogy remélem, hogy nagy csodát fogunk látni. Igen, és gyakorlatilag mind a ketten nagyon szeretnek jól bekezdeni, hogyha lehet ezt így mondani. Hát Kanalas Róbert ajándékba adja még azt, hogy egyébként folyamatosan váltogatja az alapállását, borzasztó kellemetlenül kölvívó. És mind a ketten nagyon szeretnek már rögtön egyébként a nyitó percekben akciózni, úgyhogy egyébként érdekes, mert mind a ketten azt mondták, hogy szerintük hosszú meccs lesz, meg valószínűleg végig megy. A számok nem feltétlenül ezt mutatják egyébként. Igen, hisz mind a két oldalt. Csillagyarázés, valós is kezdet fogta át. 10 KO, 3 KO, 5 meccsből.
benne van, hogyha van a fejezni a mérkőzést. És a címvédő a piros sarokban. Nézzük tehát a 10 menetesre tervezett légsúlyú magyar bajnok és WBF nemzetközi bajnoki címmérkőzés. Csak a rendkedvéért még egyszer kék sarokban, kék kesztyűben és kék nadrágban Molnár Gábor, a piros sarokban, piros nadrágban és piros kesztyűben a bajnok, a veretlen Kanalas Róbert. Nézzük tehát a mérkőzést. 10x3 perc tehát. Az első menet. Következik tehát az első menet. Ez egy rögtön egy kőkemény bal jobb kéz. Igen, Molnár azonnal bekezd, Kanalas pedig most éppen fordított alapállásban bunyózik. Hoppa. Azt gondolom, hogy Molnár Gábor nincs megilletődve a lehetőségtől itt az első pillanatban, sőt, megpróbál kőkemény ütéseket bevinni. Igen, profik között mindenképpen azért ő a rutinosabb. Hoppá, most ez is egy szép visszatámadás volt. Hoppá. De ez a jobb teste bal horoggal befejezve, ez most már a harmadik olyan kombináció, amit talált, úgyhogy sikerült neki meglepni itt az elején a Kanal Schubertet. Ez egy jó első menet lesz. Hoppá, ez az egy szép közbeszúrás van. Azt gondolom, hogy egy picit az elején meglepte a Kanalast ez a kezdés, de hát ez ilyen az, ökölvívás. Igen, igen, és ez Molnár Gáborra ráadásul, ahogy említettem, jellemző is, viszont talán a mérkőzések, a hosszú mérkőzések második felére azért előfordult már Molnár Gabival, hogy elfogyott, és azonban nagyon jól ez kezdi ezt a menetet. Igen, még az messze van ennek a fele is, még az első menetben vagyunk, úgyhogy még eddig sok minden történhet. Egy picit talán itt hirtelen, egy picit folyamatosabb lehet, túl sok idő telik el, hogyha már ilyen, ha meghagyjuk az első menetet és egy erős első menetre kezdünk, akkor egy picit többet üthetne Kanalas, de... Igen, Kanalas egy picit visszafogott, ugye soha nem boxolt még egyébként 10 menetet, és hát összesen 18-at töltött a ringben eddig profiként, úgyhogy mindenképpen szerintem ebben talán az is benne van, hogy azért ő igyekszik tartalékolni, hogyha tényleg egy hosszú mérkőzésre kerül sor. Most ez így az első pillanatokban Molnár Gábor nagyon jól csinálta, hogy így hogy kijött a sarokból, és azért ütött pont. Tehát elkezdett 2-3 erős kombinációt ütni. Nagyokat, és ez is próbálkozik vele. Próbálkozik, hoppá! Sőt, és most volt egy jó ritmus váltása is. Igaz, hogy ebből egy-két ütést talált, de ez... Hát azért az nyilván kérdés, hogy egy hatodik meccses profi mennyire tud már taktikus lenni a ringben, nyilván ez felkészítés kérdése is. Hoppá, ez sok egyéb kérdés, ez gyönyörű hátsó kezes. Jó, ezek a hátsó kezek rendet talál vele, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, de ezeket meg kell említeni, hogy minden is olyan kezdés is, és a másodikat tudjuk be. És szép. Ez a közbeütés, ez... Viszont ez szép volt Kanalasnak. Igen, Kanalasnak nagyon jó ritmus érzéke van egyébként, kifejezetten ügyes a kölvívó. De most talán tényleg egy picit meglepte őt Molnár. 10 másodpercnél is kevesebb van már hátra, tehát az első menetből, ahogy ezt a kopogásból hallhattuk, itt a vége. Az utolsó 10 másodpercet lepihenték. Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy gála indításnak ez egyébként nem volt egy rossz 3 perc. Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes 3 perc volt. De nagyon hosszú ez a mérkőzés, még ugye 10 menetes. Még jól számoltam, még van 9 menet. Pedig még hosszú. De egyébként egy jó pörgős első menetet láttunk. Talán azt gondolom, hogy ha Molnár Gábor így elkezdett egy ilyen erős iramot diktálni, akkor egy picit folyamatosabb lehetett volna. Nem akarok belemenni a pontozásba, de tényleg ez egy jó erős menet volt. Azért több ritmusváltása volt, azt gondolom, a Molnár Gábornak, de lássuk, hogy mit találnak ki a piros sarokba erre, hogy hogyan próbálják ezt megakadályozni ezeket a ritmusváltásokat, és átvenni a kezdeményezést. Nagyon remélem, hogy ezen most törik a fejüket, és majd meglátjuk. Igen, és azért Kanalas Robinak van egyébként segítsége, hiszen Molnár Gábor Kanalas Róbert öcsével, Dáviddal egyébként a profi között egy-egyre áll, tehát kétszer is boxolt már a fiatalabbi Kanalassal 10 menetet Molnár Gábor. Az első mérkőzést megosztott pontozással veszítette el, a másodikat egyhangúval nyerte meg. Úgyhogy nyilván azért Kanalas Robertnek nem kellett nagyon messze menni tanácsért, hiszen a testvére is segítette többek között a felkészülést. Picit szélesen üt egyébként Molnár, de eddig ezt még nem büntette meg Kanalas. De viszont ezek a
bár tényleg szélesek, de ezek az egyenesek találnak, a hátsó kezekkel, hiába hátsó kézzel indít ez talál, és jóval többet üt most itt az első pillanatokban. Igen, és nem tudom, hogy ezt mondjuk egy menet után így ki lehet-e jelenteni, de talán ő az erősebb kettőjük közül. Talán egy picit fizikailag igen, ez azért látszik a kinézetre is, de hát meg nagyon-nagyon sok menet van. Úgyhogy még ez egy hosszú csata. Ha esetleg nem benne, de mind a két okövőből benne van, ezt gondolom, hogy be tudják fejezni a mérkőzést. De egy biztos, most az első pillanatban megint dobolnál Gábor. Talált mondjuk most pont, talált egyet a Kanalas is, de úgy ezt kell csinálni, azt gondolom, ahhoz, hogy meneteket tudjon elvinni. Szép. Hoppá. Ez jó volt megint ez a hátsó jogkéz. Igen, hát kérdés, hogy ez a lendület, ez meddig tart? Hát ugye azért 10-3 percről van szó. Szépen. Szépen. A köteleknél. Igen, és jóval többet üt a Molnár, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első menet is talán inkább ő ütte, és ezek meg fájnak, ezek hiába nem értékes felületen találnak, de hát a tarkó is. Az, 10 menetnél túl sokat találnak, akkor az fáj. Igen, abban meneteként is elég bőven egy is. És most is. Közben, hogyha jól látom, akkor Kanalas most variált egyet az alapálláson, hogyha igen, hát jól látom. Azt gondolom, valamit ki kell találniuk. Amatőr korukban egyébként ők kesztyűztek már többször is egymással, úgyhogy ezért nem ismeretlen egyik fél a másiknak. Megint hoppá. Szépen talált Molnár. De azt hiszem, hogy lehet, hogy rosszul láttam, de mintha Molnár Gábor föl lenne szakadt bal szemézeként. Ő ez egy szép... Így van. Szép ütés volt, egy szép... Most, ha jól látom, bal kéz, bal egyenes volt. De gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt. Nagyon látványos a ütés. Nem először adta el egyébként Molnár. Igen, és azt gondolom, hogy ezekkel az ütések el tudja vinni a mérkőzés. Bár most beszedett egy párat, egy pont, egy szép ütés, de ez akár meghatározhatja a menetet és a menet képét, egy ilyen szép, látványos találat. És érdekes, hogy meglepett Molnár Gábor, még nem kezdett el vérezni, mondjuk ebben te vagy a szakértő. Igen. Volt már egy-két eset. Igen, többit valószínűleg, hogy nem mély, csak az szerintem összefejelt, ebben nem láttam. És többit valószínűleg, hogy nem repett föl, csak bepirult a szeme, úgy is mondhatnánk. Viszont, ez gyönyörű hátsó. Épp akartam kritikát megfogalmazni, hogy most is elpihenik a menet utolsó 10 másodpercét, de ebben megcáfolta a Molnár Gábor, és rögtön találtam egy óriási átcsökkentésével. Igen, ebben a menetben már azért Kanalasnak is voltak fellángolásai, de valószínűleg ez még mindig kevés, hogyha így csordogál végig a mérkőzés, akkor könnyen elmehet a veretlenség, illetve a magyar bajnok, illetve a WBF nemzetközi jövő. Igen, én azt gondolom, hogy most eltelt 2 menet, most így a sarokban azért valamit ki kell találni, hogy ezt a lendületet hogy tudják megtörni, meg hát ez a hátsó kézzel valamit csinálni, mert most is legalább 4-5-ször nagyon eltalált, és volt egy nagyon látványos ütés, és azért azt tudni kell, hogy a profilkívásban akár ez is benne van, hogy egy ilyen ütéssel el lehet vinni egy menetet. Mennyire számít ilyenkor a türelem? Tehát nem biztos, hogy úgy kezdődött Kanalas Róbert számára ez a mérkőzésre, hogy szerette volna. Mennyire nehéz ilyenkor türelmesnek maradni? Igazából ki kell találni, hogy mi az, amit váltani kell, tehát hogy hogyan lehet ezt a lendületet megállítani. Hát ettől lesz valaki jobb a köbigó a másiknál, hogy ezt meg tudja csinálni. Egy ilyen hosszú mérkőzésen pedig azért van idő. Van mindenre idő. Hát ezért még csak 2 menet. El lehet veszíteni a 2 menetet, teljesen mindegy. Ha megnyertem a másik 8-6-ot, akkor még mindig én gyerek. Viszont ezeket valahogy meg kell állítani. Azért ezek nagy és erős rohamok, amiket azért meg látványosan néznek ki. Igen, ugye nem mindig talál Molnár Gábor, de egyértelműen ő az, aki próbál irányítani, ő az, aki próbál többet tenni a 10 pontért, hogyha lehet ezt így mondani. Igen, meg sokat hűt, tehát, hogy és azért... Megint összefejeltek, hogyha jól láttam. Most is gyönyörű, és ez a nagy számok törvény, hogy rám többet talál, hiszen többet üt. De igen, de egyébként nagyon veszélyes, mert a fejüket azért dobálgatják nagyon. Igen, lépkednek is egymás lábára, úgyhogy nem van minden, ami profilkövívás. Igen, látunk mindent. Igen. Hoppá! Hú, most is egy nagyon kemény. Igen, minden ilyen kis összecsapásból egyébként eddig jobban jön ki Molnár Gábor, tehát hogyha... Igen, én is úgy érzem, hogy ez most, ez is, szóval, hogy ezek hangsúlyos ütések, amik találnak, úgyhogy
jó volt, több ritmusváltást csinált, többeket ült, és azt kell, hogy mondom, hogy Kanalas Robert így bele lassult most ezekbe az egyes ütésekbe, amiből hát valahogy ki kell majd kecmeregnie, hiszen most még ez a harmadik menet, de lassan most már el kell kezdeni meneteket nyerni. Nagyon szépen vette ki a fejét Molnár. Igen, és ebben visszatámadott, és volt egy visszatámadás. Most ezt a balhorog ez nem talált, de nagyon ügyesen utána, ahogy nem talált, utána fogott. Ez egy jó taktika, mert nem kapott belőle ütést. Ezeket a szüneteket kéne a kanalasnak kitölteni ütésekkel, hogy ezek ne legyenek, de igazából most azt kell, hogy mondjam, az történik, amit a Molnár Gábor akar, akkor van ütés, mikor ők akarja, és akkor van pihenés, amikor ők akarja. Ez azért, oppá, új, viszont épp, hogy kimondom, abban a pillanatban jött egy nagyon szép balhurog, a bal felütés, amit talált. Ezt kell csinálni ahhoz, hogy meg legyen fordítva a mérkőzés. Igen, lehet, hogy egyébként egy nagy ütésre is várt Kanalas Robert, nincs megfogva egyébként Molnár Gábor, egy pillanatra talán zavarba jött. Igen, mondjuk azt, igen. De gyorsan rendezte a sorait. Meg talál is, tehát azt gondolom, hogy momentum, az első momentum a ring, tehát az első momentum a mérkőzésen, ami tiszta találat volt, de ettől függetlenül ez a menet nem lesz meg, ha így folytatja. De azért ez lelkileg kell, gondolom. Tehát, persze a sikerek kellene, hiszen ahogyha megtudtuk, akkor ezekből most megint. Igen, ez jó, ez most észrevette, hogy ezt meg lehet ütni, ezt a balfejütést. Viszont az utolsó 10 másodpercben megint a Molnár Gábor aktívabb. Itt a vége a harmadik menetnek, a legszorosabb? Mondjuk? Mondjuk, én azt gondolom, hogy még mindig a Molnár Gábor, én azt gondolom, hogy ezt hozta ezt a menetet. Volt egy nagyon jó pillanat a Kanalas Robertnek, de igazából azt még meg kell, 5 meccset boxolt ez szemben, de azért ezt meg kell tanulni, hogy azért az utolsó 10 másodperc is ezt azért kopogják be, hogy akkor még ott kell csinálni egy-két ritmusváltást. Hát ezt meg kell tanulni, ezt, én azt gondolom, hogy Molnár Gábor ezt hallja, és ilyenkor mindig csinál valamit, és igazából ez marad meg a bírókba. Úgyhogy nem igazából mennék be most, nem veszem át a pontozó bírók helyét, és nem is szeretnék erről beszélni, hogy ez most melyik menet van, meg vagy melyik nem, de azt gondolom, hogy tényleg lassan 3 menet eltelt, hát egy kicsit többet várunk fel lastól. És több ritmusváltást, több ütést. Igen, valamit mindenképpen ki kell találnia, és hát azért gondolom, hogy van B-terv, tehát egy ilyen mérkőzésre azért általában szokás. Vagy még zavarban van egy kicsit, és hát még hosszú azért, még van 7 menet, tehát még van ideje ezt behozni, ezt ha hátrányban van, de lassan el kell kezdeni dolgozni most már. Ugyanis hát nehéz megnyerni mondjuk 63 vesztes vagy 4 vesztes menet után, mondjuk zsinórban 6 menetet, tehát tudod, és beszorodott még egy... meg hát így elég nehéz. Igen, folyamatosan jön előre Molnár Gábor. A probléma az, hogy folyamatosan talál, tehát ami persze természetesen az ő szempontja jó, tehát hogy eredmény az, amit csinál, úgyhogy ő azt csinálja, hogy az első menetben. De ez azt gondolom, hogy jó. Igen, tehát, és mentálisan is egyébként nagyon egyben van Molnár Gábor. Tehát az egy-két beszedett pofon sem zökkentette ki a saját játékából, a saját ritmusából, és most is nagyon szépen tanál. Kanalas Robira visszatérve, a sarok ilyenkor mennyit tud segíteni? Mennyire lehet megnyugtatni egyáltalán, mennyire hallja a versenyző? Nem tudom, én azt gondolom, hogy ő azért az ő rutinjával, tehát ő azért korosztályos és felnőtt magyar bajnok is volt amatőrben, azért azt gondolom, hogy az ő rutinjával azért tudni kell bátani, és hopp viszont azt szerintem meg volt ütve, és ez a jobb kéz, ez azért. Most azért ez látszott is. És megint talál nagyon szépen hátsó kézzel. Itt is látszik az, hogy azért ez most így, tehát tud ő váltani és meg tudja csinálni, de ez inkább az ökölvívó az, aki lehet tanácsokat adni a ringben, de azért az ökölvívónak kell megcsinálni ezt. De ezt pontosan tudja, tehát most azért is, hoppá, most ugye visszatámadott, csak az a helyzet, hogy egy ilyen csatárnál ezt meg kell tanulnia, hogy nem lehet elengedni az első 3 menetet, tehát hogy így azért mert túl öbből, tehát fölhozza az ellenfelet is, még ha akár különbség is van köztük. De ez a legszorosabb menet, pedig ez nagyon jó, oda-vissza vannak, és most azért többet találtak, és most azért látszik egy kicsit a tudásbeli különbség, hogy ezért nagyon szépen szűken megütögeti ezt, de Molnár Gábor állja a sarat, úgyhogy... Hoppa. Ezt
talán nem érvényesítő felületen le, volt ez az ütés. De fáj. De fáj. Igen. Úgyhogy, és ezt számítsa. És megint normálból fordított alapállásba vissza. Igen, ezek a szünetek egy kicsit sok, azt gondolom, hogy ez így túl sok időt állnak egymással szembe. Ezt kéne több ritmus váltással. Vagy több bal egyenest ütve, bár ez... De ezek a hátsó közös indulások annyira meg tudják zavarni a kanalast, hogy... Hoppá, gyönyörű! Nagyon szépen találjott kézzel. Gyönyörű. Jó fogadja meg ellenőrzést. Háromszor. Talán egy picit bajban van Molnár Gábor. Sőt, azt gondolom, hogy most hallotta a kongol... Hoppá, gyönyörű. Egyértelműen kanalas Róbert pillanatai, Molnár Gábor próbál kapaszkodni, most nagyon jól jött a gong az ő szemszögéből. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy meggondolta magát, és a kanalas elkezdett boxolni. Megérkezett ő is erre a címmérkőzésre. Összevette, hogy a ringben van, én azt gondolom. És ez már nagyon kellett. Igen, mondjuk ugye hivatalosan úgy volt, hogy jövék a második mérkőzés, tehát lehet, hogy ez kavart be egy kicsit. Igen, igen, tehát most vagy el rosszul sikerült a bemelegítés, de azt gondolom, hogy most vette fel a ritmust itt a negyedik menetre, és azért most látszik az, hogy tényleg itt komoly gondban van most a Molnár Gábor, pláne itt az utolsó pillanatban, és azt gondolom, hogy ez most, és ráadásul most a kanalas hallotta az utolsó 10 másodpercet is. Azt gondolom, de egyébként az lehetett a probléma, hogy itt az első menetekben nagyon jó taktikával Molnár Gábor nagyon meglepte kanalast, és ezzel tudott 3 menetet. Én azt gondolom, hogy nyerni, és ezt mindenféleképpen ezt elveszítette, ezt a menetet, úgyhogy jön az ötödik menet, úgyhogy most azért nagyon kíváncsi leszek ebben a menetben, akár gondba is lehet. Igen, sok múlhat ezen a meneten, ezt én is úgy gondolom, hogy ha kanalas tudja ezt folytatni, akkor bizony egy nagyon-nagyon jó kis szoros érdekes mérkőzés lehet belőle. De én azt gondolom, hogy a kanalas fölvette már ezt a ritmusát, tehát látszott az előbb is, hogy a háromütés mellémet látja a hátsó kezes indítást, és ez azért nagyon sokat számít, tehát nem fogja tudni olyan könnyen eltalálni, és most teljesen mértékben rám cáfolnak néha. Igen, nagyon, nagyon vagány srác egyébként Molnár Gábor. Igen, tehát hogy így, hoppá, gyönyörű. És egyébként kőkemény. Abszolút, és légsúlyban vagyunk. Igen, és abszolút üt jön, és nincs megilletődve semmilyen szinten, úgyhogy... Ott folytatja, ahol a habba hagyta, úgyhogy... Szerint szépen talált egyébként kanalas. Ez is gyönyörű volt, két ott felütés, a válasz. Viszont ez ott a válasz, egy bal felütés, két felütés, ami az egyik test a másik fejre ment, úgyhogy... Most újra ugyanaz van, ami az első 3 menetben, azt gondolom. Igen, viszont ami nagyon veszélyes egyébként Molnár Gábor bunyójában, és ez bizonyára a kedves nézők is észrevették, hogy azért hajlamos kiemelni a fejét egy-egy akció közben. Egyszer-kétszer már bizony meg is büntette kanalas. És hogyha jól hallom, akkor a kék sarokból Molnár Gábornak most jön az utasítás, hogy próbáljunk türelmesen bunyózni, és megint védtelenül hagyta a fejét Molnár Gábor. Kanalas pedig most már azért egyre többször igyekszik ezt kihasználni sikerrel. Igen, hát van egy nagyon rossz tulajdon, tehát egy nagyon rossz dolog az a kevívásban, hogyha az emberek nincs fönt a keze és ütőtárban van benne, akkor nagyon megütik. Ez egy ilyen sport, igen. és ez hát a kanalas, ez be is bizonyítja a Molnárnak, úgyhogy... Jók ezek a hátsó kezet indítások, de azért föl kell lenni, ütőtában azért föl kell lenni a kéznek, hiszen ezekben azért ütéseket lehet összeszedni. Közben talán először a mérkőzésen kellett a ringbírónak figyelmeztetni egyik versenyzőt, most is szépen talált egyébként kanalas. Igen, most már egyre több ilyen szép látványos találat van kanalas részéről, úgyhogy kezdi, tényleg lehet, hogy itt a bemelegítés egy picit rosszul sikerült. De most már kezdett, de azt gondolom, hogy most már bemelegedett itt az ötödik menetre. Viszont ezek meg szépek. Igen, igen, nagyon jól, dinamikusan ütöget egyébként, igen, mindig Molnár. Ezek jó ritmusváltások, és lassan hát elértünk a mérkőzés feléhez. Úgyhogy ezek már nagyon fontos megnyert menetek, amik most jönnek. És ezek pedig nagyon kemény visszatámadások. Úgyhogy...
Gyönyörű. Szép elhajlás volt Molnártól. Igen, ez egy nagyon jó kis mérkőzés, nagyot melóznak a fiúk, azt hiszem, hogy ezt azért nyugodtan ki lehet jelenteni. Nagyon jó színvonalú mérkőzés, és most is egy nagyon jó menetet láthattunk. Összetelen vagyok, tehát itt a pontozó bírunk azért most, tehát egy így, értem, hogy a bajnokot meg kell venni, de lassan megvan. Igen, hát ugye túl vagyunk a mérkőzés felé, hiszen a hatodik menet következik. Semleges nézőként azt hiszem, hogy egyébként ez a legjobb, tehát tényleg egy jó mérkőzés, fordulatos is. Talán mondhatjuk, hogy azért igen mélyről indult Kanalas Róbert, és azért kezd visszajövögetni. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt a menetet mondjuk megnyerte esetleg Kanalas, és bizony, hogyha számolgatunk, akkor azért neki most már be kell gyújtani a rakétákat. Nem mondom azt hatodik menetnél, hogy hajrázni kell, de most már nagyon oda kell figyelnie. Hát, most már azért meg kell illene lenni minden menetet megnyerni ahhoz, hogy megtartassa a címét. Ezt nem is menjünk be, mert a pontozásban mindig ugye az ember néha egyik ember szív, egyik sportoló szimpatikusabb a másik, esetleg kevésbé, és akkor valakinek elkezdünk kolni, és egy kicsit el tudjuk vinni a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a Molnár Gábor nagyon szimpatikus versenyző, mert nagyon dinamikus, jön előre, és tényleg meg azt amit tud, azt megpróbálja megcsinálni. Egyébként Kanalas is, tehát csak egy picit én azt gondolom, hogy egy picit többet várnék tőle, mint bajnok és két titulusa is van, én azt gondolom, hogy egy picivel többet kellene, és hát a Molnár Gábor pedig csinálja azt, amit eddig is nagyon szép két balegyeneset találtam, amit tényleg tisztán találtak, és most itt két mellétés után azért talált egy balhoroggal, én azt gondolom, hogy ez így, tehát valamiért tényleg tehát föl kell ébrednie a Kanalasnak, mert ezek az együttések, hogyha ezzel nem fogja tudni kiütni, akkor sajnos ezekkel a válaszokkal ezt azért ellensúlyozni tudja. Igen, mert ugye egy találatra jön kettő mondjuk. Igen, tehát, igen, kettő olyan válasz, és hát ez folyamatos, és nem látom azt, ha ez a hatodik menet, és azért a Molnár Gábor jó kondícióban van. Igen, a nagy tempó ellenére azt hiszem, hogy ezt is nyugodtan igen. Kijelenthetjük, hogy nagyon jó formában vannak a srácok, úgyhogy a bíró rutinosan közbelépett. Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy másodszor kellett figyelmeztetni Molnár Gábort. Na igen, még pontlevonás lenne a halbatortán egyébként, de nyilván ezt igen, nem szeretnénk kívánni egyik versenyzőnek sem. Én azt gondolom, hogy azért mutassuk be a bírót és a Gábris Búcsa, aki sokszoros korosztályos magyar bajnok, és egy nagyon jó kövívó tiszteltünk a személyében, és nagyon jó bírót is, mert én azt gondolom, hogy a legjobbak közé tartozik Magyarországon a bíró között, és nagyon rutinos és nagyon jó vezeti a mérkőzést, és az a jó benne, hogy csak akkor szakítja meg, amikor tényleg szabálytalanság. Igen, nem ő a főszereplő. Igen, nem van. Ő nem akar főszereplő, ami néha azért előfordul a bíróknál, de most ezért egy nagyon jó mérkőzést láthatunk. Hoppa. De nagyon szépek, tehát jó, van elképzelés Bunyóban, én azt gondolom a Molnárnak. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Ó, gyönyörű, oda vissza, nagy találatok. De most itt a fele út, tehát a hatodik menetben oda-vissza szép találatok vannak, úgyhogy nagyon jó mérkőzést láttunk. Igen, itt elkezdeni mondani, hogy egy picit talán belealudtak ebbe a meccsbe, de mire úgy vettem rá a levegőt, addigra elkezdték ezt az ütésváltást. Hoppá, közben hoppá. Egy padlózás, nem tudom, hogy számolni kell, nem Gábris Búcsú mérkőzés vezető, csak megtörli. Kanalas Róbert kezd, ugye talán egy picit a lendület is közrejátszott ebben. Az biztos, hogyha most Kanalast megszámolták volna, akkor azért az úgy nagyon-nagyon befolyásolta volna már a mérkőzést, hiszen ugye akkor a szabályok értelme szerint ez mínusz egy pont. Sőt, akkor két ponttal elvitte volna ezt a menetet. Molnár. Gyönyörű. Tehát ez is nagyon szép támadás volt. Jók ezek a ritmusváltások, amit csinál a Molnár, és tényleg most már ez a hatodik menet, tehát és ráadásul számolni is kell. Érzésem szerint így is van. Nem számol? Nem számol a mérkőzés vezető, hát ő van a legközelebb az eseményekhez, úgyhogy biztosan tökéletesen azt meg gondolom, tudta ítélni. Azt gondolom, hogy itt azért, igen, persze. Én tiszta ütésnek láttam minden a ringek közelében, de... De egy biztos, én most ezt úgy érzem, hogy ezt a Molnár Gábor biztos, hogy elvitt ezt a menetet. Igen, ezt tudom, meg kiegyezhetünk, hogy ez egészen biztosan az övé. Igen, és eljött a hetedik menet. Igen, lassan-lassan a hajrához közeledünk, akkor úgy néz ki, hogy mégiscsak a fiúknak lesz igaza, hogy ez egy hosszú mérkőzés lesz. Egyébként Kanalas Róbert elmondta, hogy ő egy nagyon-nagyon kemény, nagyon nehéz mérkőzésre számít, hiszen tudja azt Molnár Gáborról, hogy egy nagyon erős kölvívó ebben a súlyban, meg pláne egyébként Molnár egy, illetve két kategóriával is bunyózott feljebb korábban, sőt volt ott is címmérkőzése Molnárnak. És hát gyakorlatilag ő, ahol ringbe lép, mindig ezzel a felfogással bunyózik. Tényleg nagyon bátor, igyekszik kezdeményezni. És
Egyelőre úgy tűnik, hogy ez jó taktika. Igen, mert az elejétől kezdve jó taktika a boxot, és most meg picit, mint hogyha azt látnám, hogy a Karalas kezd elfáradni. Most ezek az ütéseket úgy tudta beszedni, hogy én azt gondolom, hogy kezd egy picit fáradni, mint hogyha pedig ez még csak a hetedik menet. Tévedek. És megint az átsó kézzel, pedig már azt gondoltam ott a közepén, hogy ezzel most már tud kezdeni valamit, de ugyanúgy összeszedi ezeket a átsókat. Sőt, igen, nagyon tisztán talál most Molnár. Aztán igyekszik a kék saroknál megszórni ellenfelét, aki azért majd nehezen tud kapaszkodni. Most azért fog is, látszik, hogy ebből elég, hogy itt azért probléma volt, de ezek nagyon tiszta ütések voltak, tehát, hogy így... Azt kell mondanom, hogy Molnár Gábor egy nagyon jó taktikával folyamatosan. Igen, és ehhez folyamatosan egy jó kondit fel. Igen, tehát folyamatosan öli fel. És azt gondolom, hogy itt a kondiról nem is kell nagyon beszélni, viszont hogy már a kézboxolók, tehát ez egy ilyen, az, hogy elfáradni ezt, azt az ő szájszúgóra nem is kell megemlíteni, hiszen jó ökölvívók és felkészültek a 10 menetre, tehát ők tudnak 10 menetre boxolni. Én azt gondolom, hogy egy profi ökölvívónak egy alap, hogy jó kondiba legyen, és végig tudja bírni boxolni a mérkőzést. De viszont egy volt, egy láttunk egy jó fejtetőütést, az is fáj, már nem értem, nem igazából érvényes felület. Igen, viszont az akarással nincs gond. Ez is most megint, az a ó, ez a visszaütés, ez jó volt, de én azt gondolom, hogy az mérnet elején úgy el megszólt a Molnár, hogy ezt nehéz már visszahozni, ezt a menetet. Igen, és ugye, ahogy te is elmondtad többször, tehát egyek a válaszok. Igen, tehát hiába ezek az együttesek, mikor háromra jön rá vissza válasz, tehát hogy így ez nehéz. Igen, és az, hogy vannak ezek az üres járatok, amit szintén említettél, ez megint csak inkább Molnárnak jó, nagyon szépen robbant be most ütőtávba Molnár Gábor, kifejezetten szórakoztató bunyót produkál. Igen, mert hogy így ezekkel, ahogyha nem is keresi a bunyót, oppa, és most meg is van ütve nagyon. Én úgy éreztem, hogy testre is kapott egy nagyot. De... Jól láttam, hogy el is megbicsakott egy Igen. És ez tehát nem keresi a kanalassa a lehetőséget, hogy meg tudja, tehát mindig csak válaszol valamire, és ez így, tehát hogy most mondjuk lassan, tehát hogy el kell kezdeni ezt. Ez viszont nagyon komoly találatok. Tehát ezek az üres járatok, ezek nem jók, és ezek a visszatámadások most már nem is nagyon találnak. Igen, talán összességében azt lehetne elmondani, hogy egy picit súlytalan kanalas Robi bunyója, és nem igazán találja a megoldást. Ez egy jó megfogalmazás, nem nagyon értem, hogy mi az, hogy súlytalan, de csak viccol. Légsúlyban. Ó, viszont, igen. Viszont itt egy szép visszatalálat volt, viszont ez már kevés itt az, hogy ez a mal. Igen, tehát az utolsó 10 másodperc megint nincs megnyomva, tehát hogy ezeket azért hiányolom. Viszont tehát a kanalasnak tól, hiszen Molnár Gábor azt csinálja, amivel megnyeri a mérkőzést, én azt gondolom. És megint láthatunk egy kőkemény menetet, amiben azt gondolom, hogy tényleg nagyon komoly előnye van most már a Molnár Gábornak, és hogyha ezt a három menetet ugyanígy fogja végigboxolni, akkor nagyon simán azt gondolom, hogy megnyeri ezt a mérkőzést. Bár még egyszer mondom, nem szeretnék előre menni a dolgokba, de akár még az is előfordulhat. Igen, és hogyha tényleg így visszapörgetjük az előttünk, vagy az elmúlt meneteket, akkor nekem most így hirtelen talán kettő, ami eszembe jut, amit úgy jó szívvel oda tudtam volna adni. Kanalas Róbertnek persze, ez nem jelenti azt, hogy csak kétszer van az ő neve mellé, az a 10 pont leírva, tehát itt ugye bármi lehet. De azt gondolom, hogy ezek nem voltak szoros mentek, tehát ahogy én így láttam, úgyhogy tehát most már én azt gondolom, hogy a kanalasnak olyan fölénnyel kell megnyerni ezt a három menetet, ami vitán felüli ahhoz, hogy győzön, és hát most megint eltelik 10-15-20 másodperc, úgyhogy nem történik a akció, és ez mondjuk a Molnár Gábornak. És megint ő indult el először, ütött kettőt, most jött egy visszaütés. Igen, és valamiért Kanalas megvárja, míg indít egyébként Molnár Gábor, és talán abba próbálna belekontrázni, vagy illetve beleütni. Igen, próbálja ezt a nem kezdeményezős bunyót csinálni, ami én azt gondolom, hogy hát ez most nem egy
pont rájtányban nem a legjobb ötlet, így van. Tehát igen, pont ebben nem, és ráadásul a válaszok, az együttésekre mindig három, és azok azért találnak is, vagy most volt egy bátortalan elindulás, most talált. Jegyezzük meg, hogy igen, tehát azért találgat is Kanalas Róbert. Nem, bocsánat, nem csak annyi, hogy öt meccs, azért magyar bajnoki címeket nyert már a törbe is, és azt gondolom, egy kicsivel többet vár az ember tőle, hiszen ez már a nyolcadik menet, úgyhogy most már be is kellett melegednie. Ez egy szép felütés volt, már nem talált, de akkor is nagyon látványos és erősen tudta el. Igen, és hát nekem volt szerencsém egyébként mint az öt meccsét látni Kanalas Róbertnek itt a hivatásosok között. Talán az a legjobb szóra, hogy tükör simán nyerte egyébként mindegyiket. Tehát egy nagyon ügyes és képzett ökölvívó, de hát ezt a komoly amatőr múlt miatt azt hiszem, hogy ez nem árultam el ezzel a nagy újdonságot. De hát most megint egy nagy okoskodás, de minden boxoló annyit boxol, amennyit az ellenfél enged. Ez egy jó, megint egy jó meghatározás. Megint, tehát ez a baj, hogy megint egyet ütött bele, hiába talált, de akkor is kapott rá egy 6 ütést, amiből természetesen talál valamennyi, tehát hogy ez nem... Én is, ami nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez a fáradtság jele, de ahogy megindul Kanalas, akár egy ütéssel, akár kettővel, hárommal, valahogy bent ragad ütőtávon belül, és... Igen, bár hogy nem tud ellépni, tehát megpróbál ott maradni és fogni, hogy ne kapjon vissza ütést. Ez nem egy jó taktika, de... Igen, van ez a jobb kéz, most megint kétszer talált fele, de ez kevés, tehát ezt többször meg kell ismételni ahhoz, hogy ez eredményes legyen. Kicsit pörgette magát Molnár Gábor, aztán kilőtt. Fel is pörgette magát. Egy nagy jobb közös hátsó jobb közösre. Egy kicsit ez mondjuk szabálytalan. Az állat belenyomta a vállába, hogy elengedje. Hát a raffinált profik szokták ezt egyébként. 15 meccsről ez teljesen rendben van. Hoppá! Szépen lépett kitőtávból Molnár. Szorosabb menet ez egyébként, én úgy érzem, tehát akcióztatott itt azért Kanalas is. Én még mindig azt mondom, hogy több kell ennél, hogy menetet tudjon elvinni, de majd meglátjuk a pontozást. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz a pontozás eredménye 10 menetben. De hát, jól látom, ez már a 9. menet. Így van, tehát összesen ugye 6 perc van hátra ebből a címmérkőzésből, ma esti első találkozónkból. Azt hiszem, hogy semleges nézőként tényleg ez mindenképpen egy jó kezdés, egy nagyon jó gálakezdő mérkőzés. Kifejezetten szórakoztató légsúlyú címmérkőzést láthatunk. Sőt, és ha hozzátehetem, kifejezetten ritkán lehet látni ilyen kemény, könnyű súlymérkőzést, hiszen inkább az, hogy nagyon sokat darálnak és nagyon sokat ütnek. Viszont itt azért hangsúlyos ütések meghúznak minden egyes ütést. Jön tehát a 9. menet szorítóból, úgyhogy most már fogalmazhatjuk, bárhogy most tényleg elérkeztünk a mérkőzés hajrájához. Megvan Kanalas Róbert fogvédője is, a szék meg a vödör is lekelül, úgyhogy... Úgyhogy indulhat a bunyó. Jöhet a bunyó, így van. És igazából, tehát hogy azt mondtuk itt az elején, hogy Molnár Gábornak azért vannak problémái itt a menet második felében, én azt gondolom, hogy ugyanolyan jó formában van, mint az első menetekben, úgyhogy fáradtnak inkább látom a Kanalast. És most itt megint egy csomó ütés bevitt. Megint. És ezekre nincs válasz. Igen, és hát ugye van a ring dominancia, amit ugye megint nagyon sokat említenek, pontozó bírók is, hogy azért az nagyon-nagyon sokat számít. Igen, tehát a meccs összképén nagyon-nagyon az látszik, hogy itt az történik, amit a Molnár Gábor szeretne. Úgyhogy... És hát az folytatódik, amit az elején is láthattuk együttésre azért. Opa, ez viszont gyönyörű átcsukkezes volt Kanalas Róbertól. De hát együttésre nem lehet elvinni egy menetet. Igen, és talán most már tényleg tehát neki azért ennél sokkal jobban kéne ennél sokkal többet. Tehát most is ebben a menet azért már eltelt a fele, és két találata volt, amik... Hát én úgy érzem, hogy ez kevés.
és azért jóval elnyűjtemnek néz ki. Igen, és hát ezt azért ne felejtsük el, hogy 6 menet volt eddig a leghosszabb mérkőzés a profik között Kanalas Róbertnek, tehát ezért neki ez mindenképpen egy új helyzet, egy új szituáció. Ez egy kicsit mély volt. Hát igen, egy új területen jár Kanalas, tehát hogy ez azért... Ez 10 menet, és mi lesz? Van még ennél több is, 12 is. Ez egy nagyon kemény világ. Molnár Gábor most elkezdett ráadásul boxolni is, tehát szépen... Igen, és igazából akkor, amikor így közel vannak, és idézőjelben a maszatolás megy, akkor is inkább azért Molnár Gábor az, aki próbál dolgozni. Jön a válasz azonban Kanalastól, de nem érzem rajta azt, hogy most is három ütéssel válaszol. Igen, tehát nem érzem azt én sem Kanalas Róberten, hogy úgy nagyon menne. Nem tudom, hogy mi hangzik el egyébként a menetek között a ringsarokban. Valószínűleg azért nincs olyan dicsérve egyébként Kanalas. Viszont egy nagyon kemény jobb kéz volt Molnár részéről. Hát nem hiszem, hogy olyan dicsérték. Az azért durva lett. Igen. Akkor lehet, hogy más meccset nézünk. Na, 10 másodperc. 10 másodperc, és azért most betalált egyszer egyébként Kanalas. Korsos keresztül, és veri Molnárt. A vége, tehát a 9. menetnek. Ezt hova lehetne adni? Hát mindenféleképpen Molnár győződött, Molnár érzmet, volt egy-két tiszta találat, ugye a Molnárnak mindegyikre volt legalább 3-4 válasz, és hogyha visszamegyünk a menet első felébe, az első perce, azt csak a Molnár ütött szinte, tehát nem voltak válaszok a kérdésekre. Én most úgy érzem, hogy ha a Molnár ezt a menetet csinálna, elboxolja, és nem akkor, tehát most ezt nagyon, tehát itt azt gondolom, hogy ahogy Kanalasnak ki kell valamit találni itt az utolsó menetre, vagy kiütni, vagy nem tudom, más nagyon lehetőséget nem látok. Amit én innen látok, innen a ringsorok mellől, nagyon kíváncsi leszek, mondom még egyszer a pontozásra, de hát mi most itt nem merem kimondani, de ez eddig nagyon sima Molnár Gábor. Ahogy én látom, de nem akarom elvinni a nézőket. Te lennél a piros sarokban, mint edző, akkor mindenképpen ráküldenéd most? Hát mindenképpen azt tanácsolnám, hogy valahogy be kell fejezni a mérkőzést itt az utolsó menetben, mert hátrányban van, én úgy érzem. És ugye nem történik semmi, tehát ugyanaz folytatódik, mint amit láttunk most ez a 10 menet. Nagyon tisztán talált most Molnár Gábor, nagyon jól állította meg Kanalast. Nem tud megújulni Kanalas, most már azt hiszem, hogy majdnem, hogy ki lehet jelenteni, persze ökölvívásról van szó, tehát elkiabálni semmit nem szabad. Én azt gondolom, hogy ott a negyedik menet volt az, amit már a végén komoly problémában volt a Molnár Gábor, de azt nagyon gyorsan túltette magát rajta. Talán az volt az a menet, amit a Kanalas elvitt, még akár ha 2 ponttal is, de hát most ugyanaz folyik, mint az első menetekben, úgyhogy Molnár Gábornak gratulálok, nagyon szépen is jó boxol, nagyon jó fizikai állapotban van. Igen, bármi is legyen a végeredmény. Bármi is legyen a végeredmény, én azt gondolom. Kanalas meg a hozzáfűzött remények is, én is tőle sokkal többet vártam tőle megoldásban, hiszen azért ő többszörös magyar bajnok amatőrként, úgyhogy Molnár Gábornak, ez gyönyörű. Szóval nem hiszem el, hogy más lehet az eredmény. Ez egy óriási győzelem a Molnár Gábornak, én azt gondolom, hogyha a végén őt hozzák ide, én nem gondolom, hogy más lenne az eredmény. Hát igen, hangzik a sarokban, és nincs mit tartalékolni, tehát hogy ütni kéne, ütni. És ő is azért most talál azt, tehát azért igyekszik ő is mindent megtenni, azért, hogy valahogy befejezze a mérkőzést. Igen, és elfáradtam már egy picit. Igen, itt a legvégére jön az a bizonyos hullámvölgy. De már nem sok. Próbálja meg egyáltalán ezt kihasználni. De viszont az ott talál, oda-vissza, tehát Kanalas nem tudott találni, ez picit, és talált, úgyhogy. És már nem nagyon sok van szerintem a menetből, tehát ez valahogy... Gyönyörűen talált most azonban Kanalas, hát lehet izgalmas lesz még ez az utolsó néhány másodperc. Biztos, hogy bizony bajban van Molnár Gábor. Elcsúszott, nem számol a mérkőzés vezető, de egyértelműen most... Egyértelműen ugyanazt a tanácsot kaptam, gondolom, amit én is mondtam volna. Valahogy be kell fejezni a mérkőzést, nem lehet más csinálni. Igen, és most bizony azért kőkeményen találgat is egyébként Kanalas.
Kicsit a negyedik menet, mert érzem most magam. De azt gondolom, hogy összeszedte magát nagyon. Ezért Molnár nagyon rutinosan azért a kisebb szabálytalanságokat azért alkalmazza. Igen, fog próbál ott maradni. Én azt tanácsolnám inkább, hogy elmozogna, hiszen előnyben van. Mert ebből a kervékben is lehet fejelni a vérkőzést. Viszont szép visszatalálva. Óriási. Ezt láttuk egy óriási csatát a végére. Én azt gondolom, Molnárnak nem kéne belemenni ebbe a csatába, de minden is mert nem olyan fából faragták. Abszolút egy kőkemény harc. 10 másodperc, és összekapja magát, és őt. Még itt a 10 másodpercben még akár csinál egy-két. Vége a mérkőzésnek, nagyon szórakoztató meccs volt. Azt gondolom, nagyon izgalmas mérkőzés volt, úgyhogy nem lehet panaszunk. Bármi is lesz az eredmény, azt gondolom, hogy nyert mindenki, aki ezt a mérkőzést most megnézte. Van le a kalappal a fiúk előtt, mert tényleg egy nagyon jó kis mérkőzés volt. Volt benne egy-két fordulat. Itt a végén volt egy kis baj Molnár Gábornál érzésem szerint, de megoldotta ezt a feladatot. Igen. És nem mondom, hogy kihúzta lábon, mert azért nem erről van szó, de nagyon ügyesen. Hát ilyen van ez társas játék oda-vissza. Néha meg ez a bozakövő, ez ilyen megütik az embert. Így van, és egyébként pont ahogy figyelem a két sarkot, hát azért a nyugodtabbak, illetve a boldogabbak a kék sarokban vannak. Molnár Gábor és Csilla Ferenc. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen jól is érzik. De majd kíváncsi leszek még egyszer a pontozás, hogy pontosan mi az, amit mennyiből leadták a meneteket. Így van, hát ugye ilyenkor összesítik a pontozólapokat, és pillanatokon belül kiderül, hogy címvédés vagy trónfosztás ennek a 10 menetes légsúlyú csatának a vége. Egy nagyon-nagyon jó kis 10x3 percet láttunk, én változatlanul azt mondom. Izgalmas, szórakoztató volt. Összességében talán úgy lehetne röviden összefoglalni ezt a mérkőzést, hogy számokat tényleg nem szeretnék én sem mondani, hogy mikor volt 10 meg 9, de talán Molnár Gábor volt az, aki többet tett ennek a mérkőzésnek a megnyerésére. Én is azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy igen. De kíváncsi vagyok én is nagyon. Hiszen azért voltak szoros menetek, és azt nem tudni, hogy hova adták a bírót, tehát hogy hol leadták ezt, hogy ki volt akkor dominánsabb. Azért hosszú ideig még összeadják a pontokat. Igen, de hogyha jól látom, akkor lassan sikerült összeszámolni a pontokat. Két nagyon fiatal, nőklöző mérkőzésén, ugye Molnár Gábor 21, míg Kanalas Róbert 23 esztendős. Két fiatal srác, de nagyon felnőttként viselkedtek, a ringben nagyon jó. Én azt gondolom, hogy nagyon kiszolgálták a közönséget minden szempontból. Úgyhogy én az mind a kettőjük azért, mind a Molnár Gábor szemében egy nagyon jó kövőt ismerhető, meg hiszen nagyon lelkes és végig próbálta a jót csinálni, tehát azt, amit kell neki csinálni. De azért is, mert csinált egy nagyon jó első menetet. Tanna Sobert próbálta ezt megakadályozni egyesütésük és nagyon szép találatokkal. Hát azért ezt meglátjuk, hogy mennyit fog ez érni a bírók számára, úgyhogy ezt hogy pontozzák. De hát én is kíváncsi vagyok most már nagyon. Igen, és most már lett a vége. Minden bizonnyal pillanatokon belül érkezik majd egyébként a hivatalos végeredmény. Hogyha jól látom, akkor Olaf Schröder és Györiné Tóth Zsuzsanna még azért számolgatnak, nézegetik a pontozó lapokat. És most már azért egyre feszültebb a kék sarok is, meg a piros sarok is természetesen. De hát a nehezén ők már túl vannak, amit lehetett, azt ők megtették. Igen, azt gondolom, sőt a kék sorok még többet is néha. De hát majd meglátjuk, hogy tényleg hogyan látnak ezt a bíró. Az biztos, hogyha bármi a végeredmény ennek a mérkőzésnek, azért olyan nagyon-nagyon nagy csapás nem érheti egyik srácot sem, hiszen tényleg nagyon fiatal versenyzők, úgyhogy innen azért még bőven van vissza. Persze, mind a kettők a karrierük elején vannak. Molnár ugye már egy jóval rutinosabb boxer, hiszem azért volt 21 mérkőzésen, mondjuk ez látszott is rajta, de hát meglátjuk, hogy Kanalas tudott-e maradni, hogy elég volt-e ez, amit csinál. Ilyenkor egyébként azért nagyon kíváncsi lennék, hogy mi játszódik le a srácok fejében, tehát most már ők is egyre többször néznek a zsűri asztalhoz, hogy vajon le tudják-e olvasni valakinek a szájáról egyébként azt a bizonyos vezetéknevet. Egyébként el kell neked, hogy áruljam, azért ezt az ember érzi, mert hogy milyen volt, tehát hogy ezt azért érzi. És hogyha jól látom, akkor most már megvan a hivatalos végeredmény, érkezik tehát a ringspeaker Burján Attila, én át is adom neki a szót, hallgassuk tehát a hivatalos végeredményt.
Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! A most látott légsúlyú magyar bajnoki és WBF nemzetközi bajnoki címmérkőzésem. Dőri Miklós 95-94. Baranyi János szerint 96-94. Florian Béla szerint 98-93 a pontozás aránya. Hölgyeim és uraim! Egy hangú pontozással győz. És ezzel a WBF új nemzetközi bajnoka és új légsúlyú magyar bajnoka a kéksarokban Molnár Gábor! Molnár Gábornak hívják tehát a légsúlyú magyar bajnokot és WBF nemzetközi bajnokot. Picit mi simábbnak láttuk, mint az első két pontozó bírói ítélete. Florian Béla 98-93-at írt le. Szerintem az áll a legközelebb talán az igazsághoz, én úgy gondolom. Amit láttam, és tehát én is így érzem, úgyhogy gratulálok az új bajnoknak. Nagyon jó mérkőzést láthattuk. Így van, nagyon egy nagyon szórakoztató mérkőzésen, én pedig visszaadom a szót Burján Attilának, hiszen hogyha minden igaz, akkor következik egy interjú a győztessel. És Molnár Gábor, aki, ahogy mondottam, volt már magasabb súlycsoportokból érkezett. Nem csak a fiatalabb kanalas, tehát Dávidot, hanem most már a többszörös címvédő Robertet is legyőzi. Csilla Ferenc tanítványa tehát célba ér, hölgyeim és uraim, ezen a mai estén itt a bajnokok éjszakája első címmérkőzésén, 10 menetben, soha nem boxolt még hivatalos mérkőzésen 10 menetet. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, itt pedig már is az új bajnok, Molnár Gábor. Tegnap elmondtam akkor, amikor ugye 49 kg-mal és 70 dekagrammal mérlegeltél, hogy látható módon jól sikerült a fogyasztásod. Úgy látszott, hogy ez nem volt éppenséggel elkiabált dolog, a szorítóban 10 menetben is többé-kevésbé az történt, amit szerettél volna. Hát úgy érzem, hogy fizikálisan jobb voltam, már pedig ebben biztos vagyok, azért mert hogy fogyasztottam, úgyhogy magasabb súlycsoportban érkeztem. Ez erőlétben ez szerintem látszott. Nagyon jobb ellenfél volt a Robi, mint a Dávid. Én úgy érzem, bár a Dávidot se írom le, de szerintem ez szorosabb meccs volt sokkal. Ezt szerettem volna még megkérdezni, hogy melyikük ellen volt könnyebb, Dávid ellen, vagy pedig éppenséggel Robi ellen, de ezek szerint akkor Robi nem csak azért volt nehezebb, mert ugye többszörös címvédő is volt, hanem akkor ő tudott valami olyasmit, amit Dávid még esetleg nem tud. Hát szerintem fizikálisan jobb volt, igen. Határozottan jobb kondícióval rendelkezett, mint a Dávid. Volt valami különleges taktikátok a mesterrel, Csilla Ferenccel, vagy pedig szó szerint arra építettetek, hogy Robit valamilyen módon mindenképpen hát anullálni kell? Feribának rengeteget köszönhetek, sőt szinte mindent. Végig elemezte az összes meccsét, amit lenézett internetről, illetve innen-onnan. Ő adta az instrukciókat, én meg próbáltam 100%-osan teljesíteni. Most lesz aztán nehéz a dolog, azt ugye remélem, hogy tudod, hiszen címvédőként akár légsúly, akár pedig ugye egy picikét följebb harmadsúly, akkor is címvédőként, légsúly címvédőként immáron mindenki a testkalpodra fog vadászni. Állok elébe, akárki jöhet, akárki. Egy normális felkészülés után akárki jöhet. Feri bával mellettem. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezt üzeni tehát az új bajnok Molnár Gábor innen a szorítóból, a bajnokok éjszakája első bajnoki döntőjéből, hogy akárki jöhet, az új bajnok tehát mindenki elé áll.